Sziasztok, ez itt a Beszélnünk kell podcast. A VMN stúdiójából jelentkezünk állandó beszélgető társammal, orvostót Noémi klinikai szakpszichológussal. Szia Noémi! Szia Kriszta, sziasztok! Én Détót Kriszta vagyok, szerkesztőnk Filákovic Radojka nevében is nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket. Ez a harmadik epizódunk, ami hát egy kicsit másképp alakul majd, mint eredetileg terveztük, a téma ugyanis annyira izgalmas, összetett és annyira aktuális, nem utolsó sorban a pandémia, meg annak következményei miatt, hogy minél jobban beleástuk magunkat, annál nagyobbra nőtt. És végül aztán, mint egy kis gömböc, igazából mindkettőnket elnyelt. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy nem egy, hanem két részben is foglalkozunk vele egymás után. Ez a téma pedig nem más, mint a szorongás, a félelem, az agresszió, Hát, amelyek kéz a kézben járnak, és nagyon úgy tűnik, hogy tökéletes negyedik partnerrel leltek a COVID-járvány személyében. És ez az egész haragos, szorongó, felfokozott helyzet hat ránk, hat a kapcsolatainkra, a társadalmunkra, a közösségeinkre, ezek a hatások pedig nagyon úgy tűnik, hogy erősítik egymást. Úgyhogy nem is kezdhetnék más kérdéssel, mint hogy Noémi, mit látsz, hogy vagyunk? Hmm. <laughs> Hát erre csak azt tudnám mondani, ami éppen tegnap este történt velem egy előadáson, amire úgy utolsó pillanatban érkeztem, és akkor egy hölgy odaállt mellém, hogy Úristen, itt mindenki meg van őrülve, és mondja meg, hogy meddig fog tartani ez az állapot, és mi lesz ennek a vége, és mire ezt a néhány kérdést feltette már könybe is lábadt a szeme. Úgyhogy azt gondolom, hogy eléggé megtépázta az idegrendszerünket ez az elmúlt néhány hónap, illetve az a félelem, ami, vagy szorongás, ami még bennünk van azzal kapcsolatosan, hogy mi lesz még. És hát mivel én az én személyes tapasztalatom, ami hát nyilván egy megszűrt tapasztalat, hiszen én általában azokkal az emberekkel találkozom, akik ö, valamifajta problémával, nehézséggel küzdenek, de úgy azt gondolom, hogy ez a járványügyi helyzet ez már egy eleve nagyon megterhelt, nagyon ö, a teherbíró képességének szinte a végére jutott ö, egyéni és társadalmi helyzetbe érkezett, és és rakott ránk még egy hatalmas, nagy terhet. Én azt szeretném, hogyha a mai adásban egy picit körbejárnánk azt, hogy tulajdonképpen mit is érzünk, meg ahogy mondod is, hogy milyen alaphelyzetre kaptuk még rá ezt az egész pandémiát, meg mindent, ami ezt kíséri. Úgyhogy ahogy Popper Pétertől tanultuk, szálazzuk szét egy picit a fogalmakat, hogy mit is jelent a, a szorongás, mit jelent a félelem, a harag, ezek hogy épülnek egymásra? Tehát kezdjük mondjuk a szorongással. Mi a szorongás, és mi mondjuk a különbség a félelem és a szorongás között? Hát az első és legfontosabb különbség a szorongás és a félelem között az az, hogy a szorongásnak nincs tárgya. Nem tudom, hogy mi, mitől rándul görcsbe a gyomrom, miért nem tudok haludni éjszakánként, miért vagyok feszült, ideges, miért verhevesen a szívem, nem tudom meghatározni az okát, nem tudok tárgyat találni. Azt is szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen szabadon lebegő érzés. Szerintem, aki ilyet valaha érzett, az pontosan tudja most, hogy miről beszélek, hogy ez úgy átjár mindent, hogy ott van velünk, úgy-úgy, mint hogyha egy ilyen kicsit ilyen ködös ö, ö, fátyolon keresztül látnánk a világot, ez a kellemetlen, rossz érzés, ez a ingerlékenységet okozó állapot, ez, ez mindig ott van, hogy nem tudjuk magunkról levenni. De így érezzük is, nem? Tehát ennek vannak ilyen Fogyna. fizikai kivetülése is, mint amint gyomor, mint ha valami lenne a gyomor, gyomromban, valami kő, vagy valami ilyen szorítás. mindig megjelenik a testünkben is. És a szorongás esetében sincsen ez másként, de megvan ez fizikai szinten, hogy érzem azt a gombócot a torkom, van, vagy a gyomromban kihol, és, és ez olyan olyan kellemetlenséggel tölt el, és akadályozza azt, hogy úgy jól érezzük magunkat az életünkben. A félelem az már az az állapot, amikor megvan a tárgya. Tehát meg tudom mondani, hogy én ettől vagy attól félek. Mondjuk például most a beteg, attól, hogy beteg leszek, attól, hogy elkapom a vírust. Vagy félek attól, hogy elveszítem a munkámat. Itt már pontosan meg tudom határozni a félelmemnek a tárgyát. De ez a kettő összefügg, és ennek a mélyén igazából egy nagyon fontos dolgot találunk, hogyha úgy elkezdünk ásni a mélyére, hogy akkor most honnan jön ez, mi okoz? Ez pedig a biztonság érzés elvesztése. A a biztonság és a bizalom, ugye ezek kéz a kézben járnak, de a biztonság egy olyan ö, érzés, ami nagyon-nagyon kell. Tehát, hogy nagyon kell nekünk azt, ho, az az érzés, az az élmény, ez inkább egy ilyen élmény, hogy igen, tudom, hogy mi történik körülöttem, nem fenyeget engem semmiféle veszély, ö, vagy ha igen, akkor az egy olyan ö, típusú, amivel, én, amivel szemben meg tudom magam védeni. Szóval, hogy ezek ilyen nagyon fontos alapélmények kell lennének, hogy legyen. És az azért mondom, hogy egy megtépázott helyzetbe kaptuk ezt, mert a biztonságérzés hiánya az eddig is nagyon jellemző volt. A, nem csak a magyar társadalomra, hanem általában a, a modern emberi létnek ilyen szerves részévé vált a biztonságnak a hiánya. De mitől? A mitől? Hát, hát mitől? Től. Mi mindentől? Mert hát annyi minden bizonytalan. Ahogy ha belegondolunk abba például, hogy mennyire ö, tudjuk biztosan előre jelezni mondjuk azt, hogy mi fog az életünkben történni, akár rövid, akár inkább mondjuk hosszú távon. Régen a szüleink elmentek egy, és most megint nem arról beszélek, hogy mert régen minden jobb volt, csak így mutatom, hogy, hogy a körülmények, a kontextus megváltozása az hogyan eredményez plusz lelki terhet amivel persze majd megküzdünk, aztán gondolom, hogy évek, évtizedek alatt azért kidolgozunk valami olyan megoldásokat, amik segítenek ennek a plusz tehernek a kezelésében, vagy, vagy csökkentésében. Szóval, hogy régen kiszámítható volt egy életpálya, egy életút. Mert tudtad, hogy hát lehet, hogy három-négy-öt évet kell várni a Trabantra, de az ötödik év végén mész és átveszed az autódat. Elkezdtél dolgozni egy munkahelyen, és nem nagyon váltogatták az emberek a munkahelyüket, tudták, hogy 30-40-50 év múlva onnan mennek majd nyugdíjba. Szóval, hogy láttál előre, és a választásaink is, amikor kevesebb a választási lehetőség, az egyfajta érdekes módon egyfajta biztonságélményt is ad. Azt látjuk a kutatási eredményekből, hogyha elkezdjük növelni az alternatíváknak a számát, attól nem boldogabbak lesznek az emberek, hogy de jó, hát most már nem tudom én, 18 féle dezodor közül választhatok, hanem elkezdenek szorongani, hogy ja Istenem. De közben meg a modern fo fogyasztói társadalmakban minden a választás lehetőségéről szól. Minden. Így van. A párkapcsolatoktól van. kezdve a fogyasztáson Így át, van. az edukációig, tényleg minden, az értékválasztásokig. De, uh, de ettől vissza a felelősségét. Persze, a de közben meg az identitásunk alapját uh, jelenti az a szabadság, amit a választási lehetőségek megléte uh, ad nekünk. Szóval, hogy itt, uh -huh. itt egy nagyon fontos identitásválságot hallok én közben ebben. Ő, hogy szeretnénk is megtartani ezt a szabadságot, hogy van választási lehetőségünk, és most nem csak a 18 dezodor, hanem minden, tényleg az élet minden terén. Ha nő vagyok, akkor választhassam, azt ö, ö, dönthessem el én magam szabadon, hogy, hogy, milyen arányban szeretném a magánéletemet és a munkámat, a hivatásomat vegyíteni, és a többi, és a többi. Hogy szeretnék élni a házastársammal, a gyerekemet milyen értékrendszerek alapján szeretném nevelni, stb. És, és, és tehát, hogy mint hogyha magunk Ugye magunk idéztük elő gyakorlatilag ezt a válságot magunknak, tehát, hogy elvettük a saját biztonságérzetünket, ha jól értem. Hát ez az elvettük, vagy elvétetett? <laughs> hát ez, ez a kérdés. Azért, igen, szóval, hogy én, én azért a nagy társadalmi mozgásokból egyenesen így eljutni az egyéni felelősség irányába, szóval, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy, akkor ezt mi tettük, vagy valahogy tömegek mozdultak valamilyen irányba, és aztán mondjuk jó irányok lettek, aztán terelődtek rossz útra, nagyobb gazdasági érdekek azok hogyan úztak rá mondjuk az egyéni szükségletekre, azért ez is egy nagyon izgalmas kérdés, és ezt szerintem rengeteg társadalom tudós gondolkodik ezzel, hogy az oda-visszahatások, az okozati viszonyok hogyan néznek ki, de minden esetre ez valóban így van, hogy ma a saját felelősségünk felépíteni az identitásunkat. Régen beleszülettél egy családba, akkor nagyjából beleszülettél egy sorsba is, amiben úgy nagyon nem kellett neked eldönteni, hogy akkor most mit csináljál, hogy csináljad. Viszonylag korlátozott volt a, a játék lehetőséged, ami persze okozhatott sok frusztrációt, de közben a felelősséget nem kellett vinned. Ma meg Tényleg annyi döntés helyzettel szembesülünk, amivel korábban soha nem, nem kellett ö, megküzdenie egy embernek. És megint mondom, nem arról van szó, hogy régen jobb volt, de ez a fajta megterhelés, ez a fajta pszichés teher, ez nem nyomasztotta az ember vállát. Mert most az, az identitásunkat igen ilyen apró darabokból építjük fel. Mert az identitásom része, hogy mondjuk maradok egy elromlott házasságban, vagy nem maradok. Én vagyok az, aki kitart, vagy én vagyok az, aki. Bátor vagyok, és kilépek. Szóval, hogy ez akkor, hogy is van? És mi van akkor, hogyha lépek, és aztán utána ez a lépés milyen következményekkel jár? Nagyon sokszor a következmények kiszámíthatatlanok, és éppen ezért nehéz a döntés, mert Úristen, most mi van, hogyha? lehorgonyzok X meg Y mellett. Hát akkor ugye a sok más alternatívát pedig elengedem az életemből, de jó nekem, hogyha őt választom. A következmények majd olyanok lesznek, amilyenekre én számítok, vagy éppen lehet, hogy életemnek a legnehezebb történetét indítom el ezzel a választással. Ö, és hát ez persze, hogy egy pszichés terhet jelent, hiszen folyamatosan a biztonságommal játszom, mert nem tudhatom, hogy az a döntés, amit éppen ott és akkor meghozok, az meghozza majd azokat a következményeket, odafut -e ki, ahova én szeretném, hogy kifusson, vagy nem. Gondolj bele, a gyerekednek választasz egy iskolát. Hát, lehet, hogy, lehet, hogy éppen rosszul döntesz, és aztán utána talán egy rossz útra ö, terelődik a gyereked, és akkor mi lesz az Igen. ő élet? Igen, mert meg azon gondolkozom, amit ahogy mondod, hogy, hogy és, és, ezek még csak idézőben csak a, a négy fal közötti választásaink, és akkor ott van még a, a, a külön, az identitásunknak a, a kivetülése az, amit megmutatunk magunkról, és ebben a két epizódban erről is fogunk sokat beszélgetni, hogy, hogy hol mindenhol fogalmazzuk meg magunkat, és annak a gondolatainknak, az identitásunknak, a szenvedélyünknek, a, a, a kritikáinknak, a véleményünknek, mekkora platformot adnak a közösségi média felületek, hogy ott online, az online terekben hogyan hatunk egymásra. E, és, és tehát, hogy mondom, amit most mondtam, az ugye a négy fal közötti döntéseink és identitás kérdéseink, és akkor ott van még az, hogy mondjuk a hivatásunk kapcsán, hogy én például ugye vállalkozó vagyok, viszek egy 15-20 fős vállalkozást, amely szépen növekedett itt az elmúlt öt évben. És akkor egyszer csak, amikor egy jó startup, van egy. Most olvastam azt, hogy van minden startupnál vagy kezdő vállalkozásnál dinamikusan fejlődő vállalkozásnál az, hogy az első három-négy öt év után van egy ilyen messzi middle, ami azt, ez egy angol kifejezés, ugye, ami a, a mondjuk a, a zűrös közé, középidő. Mondjuk egy ilyen vállalat életközepi válság. Amikor, amikor, már a vállalatod elkezd nagyként viselkedni, de még a, de, de te még startupper vagy, így, így és nem. még a fejedben még úgy vezeted a vállalatot. Szóval most ez csak egy személyes példa arra, hogy, hogy pontosan az történt, amit te is mondasz, hogy ez az egész Covid helyzet, ami minden nyunkat, minden vállalkozót, minden alkalmazottat és minden cégvezetőt is zsigerig érint, és elbizonytalanít és félelmet kelt, ezt megelőzte már egy, 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 bizonytalan, tehát hogy egy olyan növekedési pályán voltunk, ahol pont elkezdtünk lelassulni, és lett egy csomó felnőtt problémánk. És akkor erre most jött ez a mostani helyzet, úgyhogy, úgyhogy igen, abszolút érzem és élem ezt a, én is ezt az elbizonytalanodást. A kérdés az, hogy hogy jön ide a harag, hogy jön ide az az indulat, és hogyan ide az, hogy ebből elkezdjük bántani egymást. Mert az, hogy szorongunk és félünk, ezek természetes emberi érzések. Hogy jön ebből és a az agresszió? Harag és a düh is természetes emberi érzés. Az hat alapérzelemnek az egyik, az a düh. Ez a legtöbb kultúrában megfigyelhető, és onnan tudjuk, hogy egyfajta ilyen alapérzelem, és születik velünk, hogy mindegy, hogy milyen kultúrában vagy, mondjuk a, a, kifejeződését, mondjuk az arcon, az egész pontosan kelettől nyugatig északtól délig meg fogják tudni mondani az emberek, hogyha egy dühös arcot mutatsz nekik, hogy na, és megkérdezed, hogy szerinted ő hogy érzi magát, akkor rá fogják vágni, hogy e, dühös. Ö, úgyhogy ez, ez valahol velünk születik. Ö, igazából az a kérdés, hogy mit tudunk vele tenni. Hogy milyen öm, csatornákon ö, engedjük ki ezt, ezt az érzést, mennyire tudjuk kontrollálni ezt az érzést, ahogy egy fejlődéspszichológiai írásban <kül> nagyon találóan megfogalmazták, hogy a gyerekek ők nem beletanulnak mondjuk a dübel meg az agresszióba, hanem nem tanulnak le róla. Hogy aki látott már mondjuk egy dack korszakbeli. Két éves. <kül> 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 uh <-huh. kül> <kül> Igen. <kül> mindig elmondom, amikor még olyan kis pici, édes, három és fél kilós, hogy de tudjátok, hogy egyszer majd eljön ez a pillanat is, és most nagyon fel kell tölteni az érzelmi raktárakat nektek, szülőknek, mert aztán a dackorszakot bizony nehéz végigvinni, és hát azt értjük, ugye idegrendszerileg, hogy, hogy a gyerek nem képes még akkor kontrollálni azokat az indulatokat, amik mondjuk abból keletkeznek, hogy ő már előrébb tart az akarásban, mint ahol a képesség mélységeiben tart. Igen, azt mondják egyébként, bocsáss meg, hogy, hogy a, hogy a legaggresszívebb ember az egy és három év közötti kisgyerek. Uh -huh. Pont ezért. Igen. mert hogy a kontroll funkciókat még nem alakultak ki, és azért nagyon fontos, hogy szülőként hogyan reagálunk ezekre a dükitörésekre, hogy, hogy, milyen, mit lát tőlünk a gyerek, hiszen a gyerek abból is tanul, ahogyan mi rá reagálunk. Hát meg, sőt, igen. A meg nyilván a környezetből. Ez, egyébként ez egy, mindig egy ilyen nagy kérdés a pszichológiának, hogy azok az emberi viselkedések, reakciómódok, amiket látunk, az, az egy ilyen hozott anyag, a velünk született, genetikailag meghatározott, illetve, hogy esetleg tanuljuk, tanuljuk, el? és hogy ez hogyan, milyen arányban van jelen. Ezek nagyon fontos kutatások, hogy, hogy világosá váljon számunkra, hogy mi is az ember valójában, hogy milyen lények vagyunk mi. Eleve jók vagy eredendően gonosz lények? Ez egy izgalmas dolog, de hogyha megnézzük mondjuk a különböző kultúrákat, azért mindenhol találunk komoly tiltásokat. Hát, hogyha máshova nem megyünk, akkor a Tíz Parancsolat, ugye a tiltásoknak a listája, amiből azért úgy sejteni lehet, hogy hát ez nem egy új keletű mm. probléma. Mindig is kellett az embereket szabályozni, mert a közösségben létezés az azt is megköveteli, hogy, hogy hát ne essünk egymás torkának. És egyébként egy. Ezzel kapcsolatos, így eszembe jött most egy egy ilyen ö, kutatás, hogy hímpatkányokat vizsgáltak, hogy ők ö, az agressziójukat, azt hogyan élik ki, tehát hogyha szeretnének mondjuk valami élelmet megszerezni, vagy egy nőstényel párosodni, és hát ott vannak rivális ellenfelek, akkor mit csinálnak? És egy persze neki esnek. De van egy nagyon izgalmas dolog, hogy úgy esnek neki az ellenfélnek, hogy létfontosságú szervét azt ne sértsék, ne károsítsák. Tehát, hogy van egyfajta evolúciós logika, mert nem megölni akarja a vetétel. Hanem párosodni. Hanem ő párosodni <laughs> akar, de közben, miközben, így van, de miközben fajt akar fenntartani, azzal is tisztában van, hogyha én most kinyírom az összes ö, riválisomat, akkor tulajdonképpen uh -huh. nem fogom elérni a célomat, mert hiába párosodok én, hogyha kihalunk, mert addigra már mindenkit kinyírtam. Ö, ellenben, hogyha bizonyos Homloklebenyben lévő ilyen sejt területeket mondjuk kikapcsoltak a működésből, tehát ott bizonyos beavatkozásokkal a működésüket megakadályozták, akkor ezek a patkányok, olyan fajta agressziót mutattak, amivel már létfontosságú szervét is sértették a, az ellenfelüknek. Szóval, hogy ez is azt mutatja, hogy ezért ez nagyon jól ki van találva, hogy nyilván törekszünk mindannyian egyfajta egyéni boldogulásra, de közben van bennünk a legtöbbünkbe, ezt azért hangsúlyozni kell, hogy van, akiben ez nincsen, de a legtöbb emberben ott van az a működés, hogy azért csak annyira báncsalak, hogy az ne okozzon olyan, nem tudom, végzetes károkat benned. Az önkontroll kérdésed, akkor itt azért elég fontos, mert ugye azt mondod, hogy, hogy az, hogy dőrsek vagyunk, hogy haragszunk, hogy indulatosak vagyunk, és ez így jön bennünk, bugyog föl, az tök természetes, Kérdés az, hogy mennyire tudjuk kordában tartani, kontrollálni, és milyen megküzdési mechanizmusaink vannak. Volt egy 1990-es kísérlet börtönben, börtönökben Amerikában, ahol azt próbálták vizsgálni, hogy hogy erőszakos bűnözőknek milyen hátterük van, hogy vajon honnan jön ez a túlcsorduló erőszak, mi a közös jellemzőjük, pont ez, amit mondasz te is, hogy ez genetikus, hogy a szegénység, tehát egyfajta körülményi, hogy a rossz neveltetés, az erőszakos médiának a hatása esetleg, és, a kutatási eredmények szerint a, a leginkább közös jellemzői ezeknek az embereknek az volt, hogy az önkontroll szinte teljes hiánya. És ez nem csak az erőszakos cselekedetekben nyilvánult meg, hanem abban, hogy nem érdekelték a szabályok, a társadalmi berendezkedés szabályai, a törvényi szabályok, akkor esetleges kockáz, egészségügyi kockázatok sem, a sajátjuk sem. Tehát például sokkal több szerhasználó, dohányos volt ezek között az emberek között. Tehát itt is azt mondta, hogy az önkontroll a kulcsa van, ennek. A kontroll funkció, ahogy mondtuk, ugye a három éves, aki aki nem törődik azzal, hogy akkor anyukájáról mit fognak mondani, amikor a boltban eldobja magát, mert neki igenis kell az a tojás. A kérdés az, hogy hogyan és miért nem alakul ki, vagy sérül az az önkontroll funkció. Erre Péter Fóna, egy magyar származású kutató azt mondja, hogy ennek a hátterében a mentalizációnak a, a hiányosságát kell keresni. Ugye a mentalizáció az, az, ha nagyon egyszerűen akarjuk mondani, az azt jelenti, hogy magamat kívülről látom, a másikat pedig belülről. Ugye ez mit, mit is jelentélek? Hogy, Te tudom, hogy én hogyan viselkedem, és a másik, bennem mit lát. Tehát, ha fenyegetően lépek fel, akkor nem csak a, a saját ö, érzelmi állapotomban vagyok benne, hanem azt is arra is rálátok, hogy én a másikat megijesztem. És erre nem mindenki képes. Ugye, ö, és a mentalizáció során, ö, ugye olvasom magam, olvasom a másikat, és ezt a két információt össze tudom kapcsolni, és aztán ez fogja szabályozni a, az én viselkedésemet, a, a, az érzelmi kommunikációmat, egyáltalán azt, hogy, hogy mi történik abban a helyzetben. Ők egyébként azt mondják, hogyha ha akik mentalizációval foglalkoznak, és ezzel az hát viszonylag új megközelítésével az emberi működésnek, hogy ha minél többen tudnánk jól mentalizálni, és eljutnánk odáig mondjuk, hogy, hogy ez menne ilyen készségszinten az embereknek, akkor kiürülnének a börtönök. Mert nem tudnálak bántani, ha tudom, hogy neked az fáj. Sem szóval, sem tettel, sem, sem azt nem tudnám megtenni, hogy, hogy téged nem tudom én olyan kellemetlen helyzetbe hozlak, ami neked rossz, hogy én nem tudom én az autód mellett elmegyek és húzok rajta egyet, mert áj, ha neked van nekem, miért nincs, akkor most okozok neked egy kis kárt. Most ehhez képest Persze ez így lenne jó, ha tényleg kiürülnének a börtönök, és ezt a szép kapcsolódást mindannyian megélnénk és élnénk, de ehhez képest most, ahogy a, mondtad a beszélgetésünk elején is, az élmény, friss élményed, hogy, hogy itt mindenki meg van őrülve. Tényleg az embernek az az érzése, hogy mindenki meg van őrülve, hogy el, el van, elharapódzott az, az agresszió, a harag, az indulatok kontrollvesztettség van, és nem hogy, tehát hogy se, tehát a saját magunk felé se tudunk fordulni, nem hogy a másik helyében nem tudjuk beleképzelni magunkat. Engem az érdekel, hogy ezt egy picit ezt, ezt, ezt vizsgáljuk meg, hogy hogyan hat a harag, egy ilyen állandósult harag állapot vagy düh állapot, hogyan hat a viselkedésünkre a kommunikációnkra? Hát nyilván indulatosabbá válunk, fekete-fehéren kezdjük látni a világot. Ez egyszerűen a, a az asszociációs képességünket, tehát az, hogy finomságokat is lássunk, hogy mondjuk egy gondolatból több gondolat irányába el tudjunk jutni, és ennek következtében higgadtabban, nyugodtabban, elemzőbben tudjunk egy helyzetre reagálni, ez mondjuk ilyenkor nincsen. Ja, azt látjuk, hogy egy bizonyos úgynevezett <coughs> erauzás szint fölött, tehát egy ilyen, ilyen általános izgalmi szintje van ugye az idegrendszernek, és amikor már túl toljuk ezt a, tehát hogy már nagyon feszültekké válunk, és ez az izgalmi szint nagyon megemelkedik, akkor a mentalizációs képesség, az analizáló képesség, akár a saját magam analizálása, akár a másiknak az analizálása, az így lekapcsol, és bekapcsolnak a nagyon primitív, ösztönös reakció módok, tehát automatizmusok kezdenek el minket irányítani, ami ugye arról szólt, hogy vagy, vagy szól, hogy vagy menekülünk, vagy támadunk. Igen, ez a fight or flight. Így Igen, van. ez a menekül, Így vagy van. támad. Így van. És, és, ilyenkor ez történik. Tehát, hogy a, a harag, a belső feszültség, ez a bizonytalansági állapotból ö, ilyen, ilyen, nyugtalansági állapot, hogyha elér egy szintet, akkor ott az a bizonyos okos agyunk, ami, ami felelős lenne azért, hogy emberként viselkedjünk, az úgy kikapcsol, és akkor jönnek ezek az indulatok. És hát én azt látom, hogy a félelmeinket, meg a belső bizonytalanságunkat, ö, tehát, hogy a, Egyfajta, tehát a mumust gyakorlatilag, ami bennünk van, hiszen a saját félelmeinkről beszélünk, azt így kitesszük magunkból. A különböző projekciós felületekre. Rád a nem tudom kire, aki nem, nem ért egyet veled politikailag, vagy a maszkviselés tekintetében, a kisebbségekre, a nem tudom, tehát hogy tényleg azt látom, hogy a mumus az valahogy így ki van pakolva, és kifele mutogatunk. Ugye a feszültségbe, ahogy mondtam, az a, ez az elemző higgadt elemző képességünk, az úgy csődöt mond. Ahhoz, hogy a mumust magunkba is lássunk, lássuk, és mondjuk egy picit képesek legyünk a saját érzelmi állapotunkra reflektálni, tehát ez az ugye úgynevezett önreflexió, hogy hogy érzem magam, és arra ránézek, az segítene abba, hogy, hogy belül dolgozzuk meg az érzéseinknek, indulatainknak a nagy részét. Ezt egyébként tanítani is kellene, de általában az van, hogy ez így, hát ö, nehezen megy, nehezen adjuk át ezt a tudást, különösen, hogyha bennünk, belőlünk is jelzik, és akkor az a legegyszerűbb út, hogy kifelé tolom ezt a feszültséget, amit belül nem tudok megmunkálni, amivel nem tudok valahogy dűlőre jutni, akkor azt mondom, hogy keresek odakint egy tárgyat, akit lehet utálni, akire lehet haragudni, akit lehet okolni, mindazért a nehézségért, amivel most én küzdök, mert elvette a munkámat, mert beállt arra a parkolóra, hova én akartam beállni, mert nem tudom én elkapta előlem azt a, tudom én, paradicsomot, amit én akartam. Behurcolta a vírus Vagy behurcolta a vírus, <laughs> a, a lényeg az, hogy ami oda bent nem rendeződik el, azt szépen kitolom, és azt mondom, hogy bűnbakot találtam, és de jó, akkor megvan, hogy kit lehet okolni. Um, hát nem tudok most nem arra szociálni, amit az elmúlt években körülöttünk történik, a közterületeken, a, a közbeszédben, a, a közterekben, a, arra a fajta kommunikációra, amelyet aztán szépen én legalábbis úgy látom, hogy átvesz a társadalom is, és amely teljesen átvanítatva pont azzal, amit te is mondasz, egy ilyen elbizonytalanító félelem kommunikációval, hogy valahogy nekünk állandóan mindentől, vagy különböző, megmondott, vagy belül megtalált dolgoktól, és kivetített dolgoktól félnünk kell. Ez hát miért idézőjelben jó, vagy akire, haragudni kell? Aki, igen. aki nekünk rosszat okoz, aki a mi, tudom én, kárunkra van, és, és árt nekünk. Ugye a dű, a, a, a félelemkeltés, és aztán utána ö, annak a, arra, az arra való rámutatás, hogy na ki is okozhatja ezt a félelmet, ott már a dű váltódik ki. Hát ez egy nagyon nagyon ősi bevet gyakorlat, hogyha tömegeket szeretnénk befolyásolni egy bizonyos irányba, hogy rámutatunk, hogy nem nézd csak, na ők azok, akik okozzák ö, a azt, hogy, hogy neked most ilyen rossz. És akkor elindulnak az indulatok. Ugye amikor az emberben ilyen szorong, amikor az ember ilyen szorongatott állapotban van, akkor ahogy mondtam, ilyen fekete-fehér gondolkodás erősödik meg benne. És ilyenkor nagyon érdekesen megerősödik az is, hogy a külső csoportot mi még negatívabbnak látjuk. Ez egyébként egy ilyen evolúciós történet, hogy a saját csoportunkat általában jobbnak, okosabbnak, tehetségesebbnek, szebbnek, rátermettebbnek, akármilyen de mindenképpen pozitívabbnak értékeljük, mint a külső csoportot. És ezt gyönyörűen ki lehet e, használni, különösen feszült helyzetben, mert olyankor tényleg az van, hogy hát mi vagyunk a jók, és mi tudjuk jól, és ez teljesen mindegy, hogy mekkora ez a csoport, de itt van egy, 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 egy ilyen kohéziós erőt is jelent, ami érzést erősíti, hogy uh, igen, akkor mi összetartunk, megtaláljuk azokat a pontokat, amiket amik összekötnek, míg a külső csoporttal kapcsolatosan ugye a negatív irányba tolódik el az észlelésünk, meg a, a, a az, ahogy őket értékeljük, az értékelő viszonyulásunk, és akkor őket még rosszabbaknak, még tehetségtelen, még gonoszabbaknak látjuk, még inkább azt érezzük, hogy, hogy velük szembe nagyon markánsan meg kell magunkat védeni. én szomorú, szomorú vagyok. Tehát, hogy hallgatom ezt, és, és bologatok belül, meg csak azért nem bologatok kívül, hogy ne csináljak felesleges hangokat itt a stúdióban, de szóval, hogy igen, mert azt látom, hogy, hogy azáltal, hogy nyilván, és ez nem csak Magyarország, de tehát a politika, a, 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 a döntéshozók, a, a hatalommal rendelkező többségi ember, mondjuk inkább így, az tényleg évszázadok óta, ősidők óta használja ezt a fajta dűt, ezt a fajta félelemkeltést, haragkeltést, agresszív kommunikációt adott esetben ö, eszközként. Egyszerűen politikai eszközként, és, és, és egy picit sajnálom, egy picit nagyon sajnálom azt, amit az előbb mondtál, hogy ezt meg lehetne tanítani magunkban feldolgozni a haragot a feldolgozni a dühünket, az indulatainkat, de hogy ez ez nekünk nem lett, nincs megtanítva, hát ki tudna, a szüleink, az, az, az iskola, a, ki, ki, hol, hol tudnánk magunkra szedni azt a képességet, akár már felnőttként is, hogy ne álljunk ilyen eszköztelenül a befolyásolás előtt. Hát igen, a szülők, a, a, az iskola, azok a közösségek, ahova tartozunk, ahogy az ember emberként, igazán humánus emberként működni, azt egy másik valakitől tudja megtanulni. Az, ahogy mondtam, ugye megszületünk, és aztán hatnak, persze hozunk rengeteg mindent, de ugye a környezet nagyon erősen hat ránk. A kultúra befolyásolja, hogy mi az, amit megengedünk magunknak, és mi az, amit nem. És ahogy mondod, igen, ez egy, ez egy komoly politikai eszköz, hogy felkeltjük a, a, az indulatokat, de egyébként, ha látod, ez, ez mikro, és makro szinten is ugye megjelenik, hát egy osztályközösségben is micsoda kirekesztések tudnak megindulni, és itt nagyon érdekes, hogy hogyan reagál rá mondjuk a, a tanári kar, a felnőtt, a, a szülő, hogy összefognak-e, egyáltalán észlelik-e, ugye? és azt a jelenséget, amit ők ott észlelnek, azt megfelelő címkével látják el, vagy azt mondják, ah, olyan gyerekek ezek, így belefér, amit csinálnak, vagy azt mondják, hogy ácsi, és már rögtön csirájában elfolytják mondjuk a gyerekek egymás közötti agresszív megnyilvánulását. Ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy van-e rá szemünk? Kellő érzékenységgel rendelkezünk-e? Vagy mondjuk, mint amit gyakran azért ilyet is látunk, hogy már a játszótéren arra van biztatva a gyerek, hogy menj csak oda, de csak el. Hát, hogyha kell, akkor szerezd meg magadnak. Lök daréba a másikat. Farkas a törvények uralkodnak. Farkas, igen. És igen, és mondják is azok a szülők, akik ugye erre biztatják a gyereket, hogy nem akarom, hogy a gyerekem egy lúzer legyen, hogy őt tapossák el, inkább ő taposson el másokat. Hát, amikor a nevelési gyakorlatban. Ez így benne van, hogy menj, fiam és vagy lányom, védd meg magad, harcolt ki, lögd arrébb, mert az egyéni boldogulás az az igazi érték az életben, akkor nem várhatjuk el, hogy, hogy aztán ezek a gyerekek felnőve majd kellő empátiával fognak viseltetni, akármilyen szintű döntéshozói helyzetbe lesznek. Eszembe jut erről egy, egy másik Ilyen kísér, nem is kísérletem kutatás, amit Csehországban és Szlovákiában közösen végeztek 2016-ban, és itt a felkészülés közben olvasgattam el, hogy nem roma fiatalokat vizsgáltak olyan szempontból, hogy önmaguktól, mindenféle behatás nélkül mennyire diszkriminálják a roma társaikat, illetve minden, valamiféle behatás alatt és a társuk által hatásokra, hogyan változik ez a folyamat. Egy játékban, döntési helyzetben hozták őket, a távoli roma neve, névvel rendelkező, de nem látott, csak a névből lehetett következteni, hogy valószínűleg roma származású társakról van, játszótársakról van szó, és így a távolból, egy döntési helyzetben határozhattak arról a játékos fiatalok, hogy, hogy okozok-e kárt a játszótársamnak, vagy nem. Ez kis anyagi kár minimális a játékon belül. Tehát, ő nem fizikai bántalmazásról van szó. És először önmaguktól dönthettek, hogy csak név alapján, és majdnem, hogy fele-fele arányban volt a nem roma és a roma nevű játszótársak iránt okozott, vagy nak okozott kár, mindenféle behatás nélkül. Majd a következő körben elárulták nekik, hogy az egyik társuk hogy döntött. És az ilyen behatásra, amikor azt hallották a döntés előtt, hogy a társuk úgy döntött, hogy bántja a roma nevűt, akkor meg sokszorozódott a bántás. És hogy ez egy nagyon egyszerű példa, most nyilván ez egy, ez egy rendkívül árnyalt kutatás volt, és én most ezt nagyon leegyszerűsítettem, de ez azért nagyon-nagyon sokat mondó. Hát a példa ragadós, és nagyon behúz, olyan szívó ereje van a rossz példának, hogy csak na. Egyébként a jónak is tud lenni mm -hmm. szívó ereje, csak hát... Ugye olyan érdekes ez, hogy, hogy mit gondolok a másiknak az agressziójáról, dühéről, hogy ez is egy ilyen kutatásban derült, hogy hát azért bár nem mondjuk ki, de valahogy tudat alatt azért úgy, úgy még szimpatikus is, hogy nézd már, valószínűleg erőt, dominanciát aszociálunk ezekhez a, Igen. ezeknek a, a, ezekhez a viselkedésekhez, és hát ugye az, az, azért szintén egy ilyen velünk született dolog, hogy a hatalomhoz azért úgy szeretünk közel kerülni, hát egy kicsit olyan, mint, a, mint az éjjeli lepke a fény körül kering. Hát ki mennyire, meg aki milyen hatalomhoz, de igen, értem, nem persze, csak... Igen, de bocsánat, ez az asszociációk, és hogyha a megfelelő szocializációban részesültünk, akkor gátat tudunk szabni, és tudjuk azt, hogy milyen dominancia, és milyen erő az, ami minket vonz semmit. Amígy, igen, és amúgy tök-tök érdekes, azért, azért lettem ilyen izgatott, mert hogy ez, most eszembe jutott az, hogy hogy az online terekben, mert hogy amiről most beszélünk, az nagyon sokszor a, fő, főként a, a, a való életben, tehát a, a szemtől szembe offline terekben történik kommunikáció, de hogy az online terekben, ahol egyre több időt töltünk, és egyre több platformon, ahogy az elején is mondtam, egyre több platformon mutatjuk meg magunkat, és, és mutatjuk meg, és az identitásunkat próbáljuk ugye minden hozzászólással valahogy megfogalmazni, hogy ott ez különösen hatványozottan érezhető, hogy, hogy, hogy mennyire erőt sugároz, és szinte hatalmat kölcsönöz az agresszió, a haragnak a, megmutatása az, hogy hangosan mondom, és sokszor mondom, és kiabálva mondom írásban. Meg hát gondolom, ti is tudjátok, hogy itt is, hogyha elindul egy negatív komment, szerintem a ti oldalatokon is látjátok, hogy egyetlen egy negatív komment, ilyen, ilyen mú, odamondós, és sorba györekeznek al alatt. Erről beszéljünk már, hogy ez egy valós jelenség, mert hogy ez, ez tapasztalati szinten így van. Hát, hogy... ugye most, hogy te elmondtad ebbe a játékban. Igen. Ja, jó, hát a hát igen, igen, hogy valóban így van, hogy, hogyha így tudod, egyszer csak így kinyillik és, ö, a, a, a szelep, és azt mondja, hogy ja, hát ezt lehet, hát itt már valaki előttem megtette, akkor azonnal csatlakoznak hozzá, és nagyon sokszor ugye kiderül, ö, hogy el se olvasta a cikket, fogalma nincs, hogy kiről beszél, de olyan indulatok szabadulnak el, amiről így áll az ember, és azt gondolja, hogy Jézusom, ő most így, ő kicsoda, meg hogy él. És hogyha így belegondolsz, akkor egyébként lehet, hogy a tejberist készítette el előtte a családjának, és hogy aztán leült, és a kedves és gondoskodó valakiből vált egy olyan emberi, aki élve legszívesebben, mert, és, és az okot lehet, hogyha úgy elkezdenénk boncolni, ő maga se tudná, hogy miért is. Na beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy hogyan hat ránk a közösségi média jelenlétünk. Most tényleg, mert hogy ugye ígértünk két epizódot ebből, és most látom, hogy hogy még van egy kis időnk azért ebből is, hogy menjünk bele egy picit, aztán majd a második részben, különösen a, a Covid tükrében, meg a pandémia tükrében szeretnék erről még, még mélyebben beszélgetni, de hogy hogy is hat a, a közösségi média jelenlétünk, illetve az ottani kommunikációnk arra, amit érzünk, meg ami, és viszont. Uh -huh. Öm, ugye a közösségi médiával kapcsolatosan nekem az egyik leg, tehát az alap, ahonnan én általában indulni szoktam, az, az úgy hangzik, hogy kaptunk egy olyan eszközt, amit egyáltalán nem tudunk jól használni, viszont ez az eszköz, ez bőven kihasználja és ragyogóan kihasználja az emberi idegrendszernek a működését. Mondjuk például azt, hogy függővé tesz minket. Hogy, hogy már eleve a megalkotásakor az egy nagyon fontos és markáns kérése volt a, a megrendelőnek, hogy tedd függővé a felhasználót. És igen, valóban azok a kis dopamin fröccsök, amiket kapunk, amikor tekerjük a különböző ilyen médiafelületeket, azok. azok ö, azok egyszerűen oda vonzanak minket, hogy szintén kutatások mutatják, hogy, hogy körülbelül 10 percenként ráfissítünk ezekre az alkalmazásokra. Ugye átlagosan. Hát ez Na nagyon kemény. Akkor, ha, ha, ez az átlag, ugye akkor az azt jelenti, hogy vannak, akik még gyakrabban. Hát meg éjszaka csak nem csináljuk, alvás közben, De úgy, és éjszaka nem csináljuk, az gyakrabban. úgy kiesik, bár azért olyat is hallottam, hogy ha egyre rosszabbul alszom, és akkor felkelek, és akkor ránézek, és ha már ránéztem, elkezdem még, még, még tekergetni, és azon kapom magam, hogy másfél órája nem alszom. Tehát, hogy nagyon keményen beavatkoznak az életünkbe, kihasználják a, a működésünket, és azt azért nem szabad elfelejteni, hogy annyira ilyen, hogy ne szálljunk el magunktól, mert a, a modern ember fejében mégiscsak egy kőkorszak elme lakik. Hogy, hogy ezek a működések, ezek, ezek nem sokat változtak az elmúlt évezredekben, és közben megkaptunk egy ilyen kvázi fegyvert a kezünkbe, amit magunk elé ellen is fordítunk, anélkül, hogy tudnánk róla, és tudjuk a környezetünk. Felé is fordítani, ami egy elég elkeserítő dolog. De az, hogy mi emberek egymással hogyan viselkedhetünk, ezt évmilliókon keresztül finomította, csiszolta a természetet. Pontosan tudjuk azt, hogy ha egymásra nézünk, hogyha egymáshoz közel vagyunk, akkor mi az a kellő távolság, amit tartanunk kell, kivel mennyi ez a távolság, hogyan jelezzük azt, hogy én nem akarlak téged bántani barátságos szándékkal közeledem feléd, vagy éppen hogyan jelezzük azt, hogy itt elég, és azt ne csináld. Erre ez ki van találva? Minden kis arcizmunk, ilyen kis mikromimikák, azok, azok jelzik a másiknak, hogy hogy vagyok én, hogy van ő, és akkor megy egy ilyen folyamatos, ilyen, ilyen finom hangolással kapcsolatnak. Hát ez az online térben nincsen. Hát ott nincs finom hangolási lehetőség. Ott az van, hogy, hogy minden kontrollálatlanul tud jönni, és az éppen aktuális érzelmi állapotunk, nak megfelelően már zúdíthatunk bárkire bármit, anélkül, hogy mondjuk a másiknak egy, mm, nem tudom én, összehúzott szemöldöke jelezhetné felénk, hogy na, 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 figyelj csak, ezt a hangot már velem ne meg szerintem most nyugodjál le, hiszen a reakciók sem feltétlen azonnaliak, ugye, ahogy mondjuk egy mimika az azonnali tud lenni egy, egy ilyen párbeszédben, mint ahogy mi most egymással szemben ülünk, hogy a másodpercnek a tört része alatt te érzékeled, hogy én hogy vagyok, és már ahhoz igazítod a saját viselkedésedet. Na most ez az online térben nincsen, nem látom a másikat. És itt, itt megint ugye, hogy, hogy mit jelent nem látni a másikat, ugye a maszk, maszk használattal mm -hmm. kapcsolatosan Igen. vizsgálták ezt is, hogy ha el van takarva az arc, az arcnak egy jelentős területe, ugye a száj és az orr, és itt az arc, arci rész, akkor az, az mennyire elbizonytalanítja, az embereket, hogy most akkor a másik mit érez, mit gondol, mit akar, és ebből a, ebből egy nagy bizonytalanság tud lenni, és hát ebből a bizonytalanságra... Még ráerősít a bizonytalanságra, akkor, a bizonytalanságra van, ez is. Uh -huh. van, akkor könnyen tud indulat kialakulni. Uh -huh. Egyébként te, mert ugye nyilván a, az... A, a közösségi média felületek, ugye Magyarországon különösen a Facebook meg az Insta, Instagram a, a két legnépszerűbb, de mondjuk a Egyesült Államokban, Angliában a Twitteren mennek a legdurvább politikai adokkapok csatározások. De persze nem kell ahhoz politika, hogy összeugorjanak az emberek, majd a következő epizódunkban a, a, elég csak a koronavírus járványról. Rá, 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 a környezetéből bármit bedobni a komment szekcióba, és azonnal, azonnal világháború lesz a, a hozzászólók között. Um, szóval, hogy használjuk azért ezeket a felületeket, és használjuk jóra is, hiszen, hiszen, például a VMN tartalma is, például ez a podcast is nagyon sok emberhez a Facebookon keresztül fog eljutni, vagy az Instagramon keresztül fogják tudni. Tehát, hogy van egy ilyen ambivalens érzése is az embernek, hogy, hogy rettenet, amit ott kap, és, és nem jó néha, már kinyitni sincs kedved, mert biztos, hogy valahol valamilyen agresszív kommunikációba fogsz belefutni. Még akkor is, hogyha, hogyha te magad nem akarsz hozzászólni, vagy, vagy tényleg csak azért nyitod meg, hogy görges, ugye, tíz mm -hmm. percenként. De közben, meg, de közben meg társaságot ad, és közben meg például a Például a, a korlátozások idején nagyon sokat tett hozzá a a jól létünkhöz. Szóval van bennünk is egy feszültség ezzel kapcsolatban, nem, hogy egyszerre szeretjük, és egyszerre félünk tőle, vagy oh, viszolygunk. Tudod milyen? Szerintem ez pont olyan, mint amikor a, a, az ősembernek így mondjuk odaadták volna így a, a tüzet, hogy na tessék. És nem magyarázták volna el neki, hogy figyelj, ezzel meg tudod sütni az ételedet. Ezzel melegíteni tudod a barlangodat, hogy a, a gyermeked mondjuk ne fázon, ne fagyjon meg. Ezzel, ezzel ö, nem tudom, én, olyan olyan dolgokat tudsz tenni, ami jó, de vigyázz, mert hogyha mindenhova oda lököd, akkor leégeted magad körül a területet, és aztán ott fogsz éhen pusztulni, mert minden azok a bokrok, amiről a gyümölcsöt gyűjtöd, azok az állatok, amiket megennél, azok el fognak pusztulni. Tehát, hogy picit itt tartunk szerintem, hogy ott van az eszköz a kezünkben, amit lehet jóra is használni, de ugyanolyan ne, tehát a másik irányba is el lehet vele menni. És ez lenne egy nagyon fontos dolog, hogy ma már ugye ezt tudjuk, amikor elkezdtük használni, tíz évvel ezelőtt nagyjából. Nem tudtuk, hogy ja, hogy ennek lehet káros hatás, és akkor mindenki örült. Hú, de jó, nagyszerű. És ilyen büszkén mondták a szülők is, amikor hú, már a gyerek ezt csinálja, azt csinálja a különböző kütyükön. Ma már tudjuk, hogy nem kell annak annyira örülni, hogyha az a gyerek annyira tudja már, nem tudom én, két évesen is, meg akár egy évesen is már elindítani a YouTube videókat, mert ez nem biztos, hogy ez jó a gyereknek. Ma már tudjuk. És ezzel a tudással kellene már valamit kezdeni. Mondjuk azt, hogy, hogy amikor személyesen tudom, hogy könnyen becsúszom egyfajta függőségbe, akkor azt mondom, hogy nem alszom úgy, hogy a telefonom ö, karnyújtásnyi távolságra van tőlem. Tehát elkezdek tudatosan viselkedni, és a 21. századnak a tudatosság egy ilyen kulcsfogalma kellene, hogy legyen, de nem csak úgy, hogy mondom, és tudatos, és tudom, hanem csinálom azt, amit a tudatosság jelent. Nem csak elcsépelem ezt a fogalmat, hanem tényleg elkezdek úgy élni, hogy az ismereteim, amik már vannak, vagy amiket, amikhez hozzá tudok férni, azokat nem csak így a levegőbe, így jó, oké, rendben van, akkor Tényleg írtak róla, olvastam róla, hanem elkezdtem beépíteni a hétköznapjaimba. Ez egy folyamat, elkezdeni beépíteni, megváltoztatni a saját kialakult szokásaimat. Ezek hosszú távú dolgok is, fontosak is, nem elvitatom. Ugyanakkor viszont az itt és mostban mindannyian belecsúszunk néha olyan adok kapokba, olyan szóváltásba, még a tanult, Elvileg nyugodt és békés, mondjuk tejberis főzögető ismerősünkkel is, amiben egyszer csak benne vagyunk a közepében egy bántalmazásos helyzetnek, egy, egy olyan bántalmazó kommunikációs folyamatnak, ami, ami egyre csak szüli újra az agressziót, és egy spirálként pörget engem is. A kérdés az, hogy mit tudsz tanácsolni nekünk, akik mindannyian használjuk ezeket a felületeket, belefutunk az agresszióba, és néha óhatatlanul. Vagy éppen szándékosan, mert vannak olyanok is, akik provokálni szeretnének, mert ugye a mumust odarakják éppen a komment szekcióba. Szóval, hogyha ebből szeretnénk magunkat valahogy kigyógyítani, kiszedni az adott pillanatban, az itt és mostban? Hát nem tudok jobb tanácsot adni, mint a. a... A korlátozás, hogy önmagunk korlátozása, hogy nem megyek bele, hogy miért, miért kell mindig mindenre valamit reagálni. Ugye vannak, akik ezt kényszeresen érzik, hogy valami történik velük, hallanak valamit, vagy személyesen megélnek valamit, és azonnal ennek e, nyilvánosságot adnak. Ugye erre a pszichológia azt mondja, hogy ez egy érzelmi inkontinenciára vezethető vissza. Hogy nem tudom magamban eltartani, tar meg kell tartani. Egyszerűen, mint ahogy a vizeletemet mondjuk, nem tartani, ugyanígy az érzelmemet sem tudom tartani, és azon nyomban ki kell nyomni. Ez egyébként, és, is, és, is, is felületet kell ennek találni. És egyébként ez, a, ez manapság egyre gyakoribb, hogy, hogy nem értjük, hogy te figyelj, ez a saját érzelmed, ezt emézd meg. Ugye nagyon sokszor egyébként régen hallottuk ezt a tanácsot, hogy jó, ez a számolj háromig. Ez pont erről szól, hogy picit nyugodj le, tartalmazd a saját indulatodat, és akkor várd meg, hogy ebből mi lesz, mert miközben így tartalmazod, talán el is kezdesz azon gondolkodni, hiszen már van ideje a, a, az kéregnek is, hogy bekapcsoljon, és mondjuk azokat a gátló funkciókat elkezdje működtetni, amik mondjuk megakadályoznak téged abban, hogy, hogy ingerültem viselkedjél valakivel. Tehát, hogy, hogy, ez egy nagyon fontos dolog lenne, hogy és érdekes egy, ezzel kapcsolatosan, hogy egyszer erről írtam egy posztot, na hát ott is kaptam hideget malágát, hogy hát az ember mégiscsak társas lény, és igenis meg kell, hogy meg kell engedni, hogy megossza az érzéseit, a gondolatait másokkal. Ugye itt megint a félre halljuk, hogy miről szól az üzenet. Hát ez az üzenet nem arról szólt, hogy ne oszd meg, <laughs> hanem, hogy egy picit várjál, akár örömmel, akár ö, düvel, akár frusztráltsággal, akár szomorúsággal, mert egyébként régen is ez volt, ugye valamiért az iskolában, vagy a munkahelyen, akkor bizony, mire hazabattyogtál, addigra emésztetted ezt az érzést, és már nem ilyen emésztetlenül bocsánat, de okát adod a, a másik emberre, hanem addigra már valamit kezdtél vele. Most ebben a konstans jelenlétben elvész, hiányzik ez az idő, ez az emésztési idő, ez a megrágási idő. Na most, hogyha véletlen rádokádnak vagy rád vizelnek, <gül> <Isten>. <gül> akkor, ha folytassuk, akkor már ezt a képet, a, és benne vagy ebben, akkor jó az, ugye annyiszor halljuk azt, hogy ne, ne meg, ne olvasd el, tedd meg nem történté, felejtsd el, engedd el, stb. Ez egy reális elvárás? Hát magukhoz. Hát, Figyelj, az a helyzet, hogy még egy, 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 egy ilyen online bántás is, amikor így nagyon belédelnek, vagy egy olyan mondatot írnak, hát az ugyanazokat az agyi területeket aktiválja, amik mondjuk a fizikai bántalmazáskor válnak aktívvá. Tehát az, hogy oda jönnek hozzám, és egy jó nagy pofont kapok, vagy valaki ilyen nagyon bántót ír a, a közösségi média felületeken, az ugyanannyira tud fájni. Ahogy ez egy ilyen, én imádom egyébként ezeket az ilyen egyszerű tanácsok, hogy jaj, engedd el. Hogyan? Hát ne viccelj már, hát az emberi működésemnek szerves része, hogy mindazokra az ingerekre reagálok, amik engem érnek. Nem tudok nem reagálni, hiszen ettől ez, ez segít engem a túlélésben. E, ettől vagyok ember, hogy, hogy veszem az adást, ha hogy így mondjam, és hogy a, azzal valamit nekem kezdenem kell. És ez az elengedés, hát ez, ez jól hangzik, de ez egy nagyon melós feladat, hiszen nem véletlenül látjuk azt, hogy mondjuk emberek, akik nagyon nagyon exponálódnak, nagyon erősen a nyilvánosság előtt vannak, hogy gyakran belerokkannak abba a, a, amit kapnak, anélkül, hogy hogy mondjuk ők bármit tettek volna és olyan bántásokban részesülnek. Hogy, hogy akár az öngyilkosságig viszik ezt a dolgot, vagy nem tudják ugye feldolgozni ezeket a folyamatos visszajelzéseket, reakciókat, és akkor mindenféle szerekhez nyúlnak és elindulnak a lejtőn. És hát egy picit mindannyian mindannyian ismert emberekké váltunk, mondom ezt én ismert emberként, de most értsétek ezt jól, hiszen mindannyiunk kurálunk magunknak egy, egy, egy kiállítást az életünkből. Hát ott van, hát megmutatom, hát közlöm, hát ízét, tehát egy picét mindannyian. Ez az öt perc jönném, már é, most tényleg De mindenki tényleg, mindenki mondjuk öt másodperc, de akkor Igen. is. Szóval, hogy, hogy oltatlanul, hogy, hogy, és hogy mindjárt befejezzük, de hogy még azt ide a végére tegyük ki, hogy akkor oké, okay, tehát hogy nem, akkor nem reális elvárás, és, és megengedhető lehetünk magunk felé, hogyha fáj, akkor igenis fáj, és attól, hogy online jön, attól az még bántás és bántalmazás, és, az, és szabad szarul érezni magad már elnézést, és, 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 és szabad rá valamiféle érzelmi reakcióval lenned, legalább magadban. De akkor mégis csukd be, tedd el a laptopot, és felejtsd el, vagy, vagy hogy, hogy tudunk jobban lenni tőle? Magunkon segíteni. Hát, úgyhogy visszamegyünk azokhoz a már jól bevált módszerekhez, amit az ember, ahogy mondtam, évmilliók alatt így kikísérletezett, hogy élő kapcsolatokban tartódunk meg. Hát, hogyha engem bánt egy, nem tudom én, fék profilról valaki bekommentelő, hogy ilyen, olyan, amolyan vagy, akkor igen, az fáj, de egyébként ott vannak mellettem a barátaim, a családom, akik azt mondják, hogy Mm, ez most nagyon vacak lehet neked, de figyelj csak, itt vagyunk, szeretünk, támogatunk, melletted vagyunk. Mi ismerünk téged, mi vagyunk az igazi közösséged, és nem, nem, az online világ ami közösségünk, és ez nagyon jó lenne, hogyha elkezdenénk megérteni, hogy azt hiszük, hogy a közösségi média felület. Hát a közösség mitől a közösség? Attól, hogy kapcsolódunk, hogy kötődünk egymáshoz, hogy közös céljaink vannak, Megtartjuk hogy egymást egymásra, hogy hús, vér élményeink vannak egymással. És hogy ez nagyon hiányzik, és ezért vagyunk ilyen védtelenek mondjuk az online bántásokkal szemben, mert elfogytak körülöttünk az igazi húsvér kapcsolatok. És ez az egyik ok annak, hogy most olyan nehéz feldolgozni azt, ami közöttünk van, vagy körülöttünk van, mert, mert kevesebb a húsvér, kevesebb az ölelés, kevesebb a találkozás, kevesebb a megfogható, tapintható szeretet. Úgyhogy innen folytatjuk a következő részben. Mélyebb majd a pandémia okozta félelmek, szorongások világában beszélgetünk arról, hogy mi mindent szabadított el ez a 2020-as év, és hogy mi mindent változtatott meg a kapcsolatainkban otthon is, meg a társadalmi szinten is. Szerkeztünk Filákovics Radójka nevében is köszönjük a figyelmeteket. Mi, Orvostót Noémi és Détott Kriszta, itt voltunk a VMN Podcast stúdiójában, ez volt a Beszélnünk el Podcast. Várunk titeket a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!